Búza Tíme az egyik ismert ingatlan iroda tulajdonosa értékelte a 2021-es évet, és mondta el tapasztalatait a Győr Plusznak. A szakember kiemelte, az infláció hatása decemberben már érezhető volt. Összességében azt gondolom, hogy jó évet zárhatunk. Persze a vége fele éreztük már mi is ugye a kamatemelések hatásait, az ingatlan árak borzasztó mértékű emelkedését, hogy egy picit azért visszaesett a kereslet, de hát reméljük idei évre ez talán már nem annyira hat ki. Az új építésű ingatlan árak szinte megfizethetetlen magasságokba emelkedtek. Nem csoda, hogy ismét előtérbe kerültek a használt ingatlanok, ezen belül is a panellakások. Mivel az új építésű ingatlanok árai eléggé elszaladtak, ezért most azért a használt ingatlanok iránt nagyon megnőtt a kereslet, de hát nyilván az is húzza, tehát az új építésű ingatlan áremelkedése húzza magával a használt árát is. Viszont új építésű ingatlanokra nálunk folyamatosan óriási a kereslet, csak hát azért Győrben most kevés lakás épül, úgyhogy kénytelenek az emberek kisebb településeken keresni inkább ingatlanokat. A megyeszékhelyek panelárait nézve kiderült, hogy az átlagos négyzetméter ár 421 ezer forint, a téglalakásoknál viszont 491 ezer, ugyanez az összeg, vagyis a panelok 15%-kal olcsóbbak. A panellakások most nagyon keresettek lettek, talán azért is, mert ez a legolcsóbb lakástípus most, ami elérhető a piacon, ami így sem olcsó, tehát egy 55 négyzetméteres panelért most már 25-26 millió forintot is elkérnek, egy jobban korszerűsített, felújított akár a 27-28 milliót is elérheti, ezek a 62-64 négyzetméteres panelok meg ilyen 30 millió körül vannak most. A panelok népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy az emelkedő kamatkörnyezet ellenére a bankok is szívesen adnak hitelt ezekre a lakásokra. Ugyanakkor a támogatások egy része, mint például a zöld hitel, csak új építésű ingatlanokra vonatkozik. A legtöbb támogatást még most is az új építésű ingatlanokra lehet igénybe venni, tehát a csokot, az áfa visszaigénylést. Ugye itt van a zöld hitel, ami egy fix 2,5%-os kamattal rendelkező hitel, ami egy kiváló konstrukció, de nyilván ez is csak új lakásra igénybe vehető. Hát várhatóak most új beruházások, Vámosszabadin lesz egy lakópark, ott nagyon sok társas ház fog épülni, illetve családi házak, illetve itt a környéken, tehát ez a Nagyszentpál, Győr új barátom még egy-egy sziget közbe, tehát itt azért még elérhetőek az ikerházak meg a családi házak. 2022-ben az állami támogatásoknál bizonyos határidők lejárta adhat extra keresletet. A falusi csokot az év közepéig, a lakásfelújítási támogatást és a babaváró kölcsönt pedig az év végéig lehet igényelni. Bár az állami család és lakáspolitikai lépések alapján elképzelhető, hogy a kedvezményeket meghosszabbítják, akik biztosra szeretnének menni, várhatóan még időben lépni fognak, vagyis az év első felében még többen vásárolhatnak lakást Magyarországon.